Amikor jó reggelt kívánok nektek, szeretném elétökbe idézni azt a teljesen nyilvánvaló, noha kevésszer hangoztatott bibliai tanítást, hogy van egy isteni személy, aki itt van ezen a földön. Nem az atya, hiszen az atya addig nem jön a földre, míg a bűn történelme le nem zárul. Nem Jézus Krisztus, aki a második eljövetelét megígérte, de a Szent élek, akit az atya és a fiú elküldött, hogy megvilágosítson bennünket az igazságnak a lelke, a vigasztaló, itt van minden nap velünk. És ha bár megfoghatatlan a Szentélek személye, és maga Jézus is a szél a levegő mozgásához hasonlított, ami szintén megragadhatatlan, noha a legelemibb valóság, hiszen ha most 5 percig nem kapnánk levegőt, akkor a halálfiai lennénk. A levegőre van leginkább szükségünk, azután a folyadékra, a táplálékra, de levegő nélkül nincs élet. Szentélek nélkül sincs élet, hogy olvassuk Jobb könyve 34. fejezetében, hogyha az Isten a lelkét és lehellését visszavonná, akkor elhervadna minden test és visszatérne a porba. Ez a titokzatos szentélek, aki személyében biztos, hogy szinte megfoghatatlan, szinte elképzelhetetlen, hogy hogy tud 7-8 milliárd ember lelkében is elvégezni munkát, hogy tud egyidejűleg ott lenni oly sok más személyben is. De mégis róla szól a legtöbbet a Szentírás. Beszél a lélek gyümölcséről, beszél a lélek ajándékairól. De amit én szeretnék most a mai reggel felidézni röviden, az Efézusi Levél hatodik fejezetében, bibliaolvasó emberek ezt jól ismerik, ez a lélek fegyvereit állítja elénk. Egy római katona, hogy felöltözött, és fölvette magára a ruházatát, azt megfelelteti a szentélek különböző segítség nyújtásával Pálapostól. Tehát nem csak a lélek gyümölcséről olvasunk, a jellem tulajdonságokról, nem csak a lélek ajándékairól, ugye a képességekről, hanem a védekező eszközeinkről, a szentélek által a, az életünkbe juttatott segítségforrásokról, és most az Efézusi Levél 6. fejezet 17. verséből csak egyetlen egyet szeretnék kiemelni, ami a római harcos fején volt, a legmagasabb ponton volt, amire nézve ezt mondja az apostol, az üdvösség sisakját is fölvegyétek. Üdvösség sisakja. Micsoda egyszerű, de szemléletes, szívbemarkoló kirentés, üdvösség sisakja. Amikor az ókorban a hat testek egymásnak rohantak, és óriási kavarodás képződött. Ha valaki sisak nélkül küzdött, biztos, hogy elesett, mert a sisak mutatta, hogy melyik hadsereghez tartozik. Mondom, amikor összekeveredtek ott a harcoló felek és a hadsorok, akkor azért nehogy a saját katonájába szúrja a fegyvert a másik, azért tudta ellenőrizni, hogy ki van vele, hogy ránézett, hogy a sisakján most az fehér sisak, vagy vörös sisak, vagy milyen e, embléma van azon, vagy szimbólum van azon. Tehát az üdvösség sisakja. A keresztény embernek az életében mit jelent ez, hogy az üdvösség sisakját is fölvegyétek? Miért köszöntelek ma reggel titeket ezzel, hogy az üdvösség sisakját is fölvegyétek? Mit jelent ez a gyakorlatban? Ez annyit jelent, hogy most, ha fölkeltek és elmentek a munkavilágába, vagy más tevékenységeitek világába, mindenki érezze rajtatok, hogy ti egy másik világnak a küldöttei vagytok, ti idegenek és vándorok vagytok ezen a Földön, ti nem itt a Földön ezt a néhány évtizedet szeretnétek egy földi paradicsommá változtatni, mesterséges paradicsommal a környezetetekben, hanem minden küzdelmetek előtt ott van az, hogy ti az örök életre törekszetek. Mit jelent ez az örök életre törekedni? Honnan lehet ezt látni embereken, hogy az örök életre törekszenek? Hát legelsősorban abban lehet látni, hogy nem ragaszkodnak foggal, körömmel földi juttatásokhoz, pénzhez, vagyonhoz, szerencséhez, hanem minden tettüket áthatja az, hogy ők az örök hazába igyekeznek, és másokat is erre akarnak megnyerni, hogy nincs itt nekünk maradandó városunk. Viszont van olyan városunk, amelynek építője és alkotója az Isten, én abba a hazába igyekszem. Mindenek előtt a gyakorlat életben annyit jelent, hogy valaki keresztény, nagyon szemléletes ez a példa, amit egyszer valakitől hallottam, hogy a keresztény tud veszíteni. A keresztény nem mindig nyerni akar. A keresztény tud a hétköznapokban veszíteni. De a veszteségeket nem drámaként éri át, és nem sorcsapásokként, és nem úgy, hogy az Isten engem elhagyott, hanem mint a földi élet velejáróját. Pál is említ egy ilyen példát egy másik levelében, a zsidókhoz írt levél tizedik fejezetében mondja, hogy ti olyan hívő emberek vagytok, aki földi vagyonotok elrablását örömmel fogadtátok, mert van nektek marandó városotok a mennyben. Igen, ez a keresztény, aki az üdvösség sisakját fölveszi, aki az életen leghatalmasabb pontjára ezt állítja, hogy én itt a földi életben azért küzdök, egyenes, célirányosan haladva, ami hátam mögött van, elfelejtve, én azért küzdök, hogy az örök életet elnyerjem. És mi az örök élet elnyerésének a feltétele, hogy én Krisztus kegyelméből jobb ember legyek, jó ember legyek, Krisztushoz hasonló ember legyek, akire Krisztus azt mondhatja, hogy jól van, hű és bölcs szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízzak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Ez az üdvösség sisakja. Tud, megtanulni, ha kell, veszíteni, megtanulni, megaláztatni, ha kell, akkor félre szorítva élni, hiszen én nem itt a Földön akarok úgy érvényesülni, hogy nekem. Sok pénzem legyen, sokan ismerjenek el, rólam beszéljenek, mint egy ünnepelt emberről. Én szépen, csendesen, szerényen a jobb adni, mint kapni elve alapján szolgálom az embertársaimat, és ezt a földi életet egy átmenő területnek tartom. Nekem az örök élet a végső győzelem jutalma. Ez a sisak, amiről messziről meg kell, hogy látszódjam. Ez a keresztény ember. Ugye milyen sok keresztény ember él ezen a világon? Vagy ha nem, akkor legalább te törekedj arra, hogy mások is törekedjenek. Az üdvösség sisakját is fölvegyétek.